Sziasztok, gyerekek! Ma is eljöttem hozzátok ide az otthoni iskolába, hogy a következő betűt megtanuljuk együtt. Elhoztam kedves barátomat, Zsömit is. Sziasztok! Én meg hoztam a labdámat! Nagyon izgalmas lesz akkor most együtt, megtanuljuk az új betűt, jó? Jaj, de jó, én már nagyon vártam! Hát akkor, Zsömi, kezdjük is. Az első betű, amit szeretnék megtanítani neked, ehhez a képhez kapcsolódik. Mi van ezen a képen, Zsömi? Gyűrű! Ilyet láttam a Bence anyukájának az ujján is. Bizony, nagyon ügyes vagy. El tudnád hangokra bontani ezt a szót? Tudod, amikor úgy az ujjunkat mutattuk? Ja! Gyerekek, segítetek Zsöminek? Ti is az ujjatokon mutassátok a gyűrű szót, hogyan bontjuk hangokra. Segítek én is. Zsömi, te is benne vagy? Jó, segítek! Akkor mehet gyűrű. Gy-ű-r. Ű. Nagyon ügyes volt. Zsömi, te is el tudnád mondani? Megpróbálom. Gy, ü, r, ü. Még jó, hogy ennyi tappancsom van. Még hány tappancsod van, Zsömi? 4! Pont 4 hangból állt. Akkor nézzük is meg. 1, 2, 3, 4. El tudnád még egyszer mondani? Gy, ü, r, ü. És melyik volt a gy? Emlékszel rá? Igen, az első volt. Bizony, nagyon ügyes vagy. És most már oda is tudjuk írni az összes hangot, amit tanultunk hozzá, az összes betű formájában. Nézzük meg a gy kis nyomtatott változatát. Ott van fölötte zölddel. Neked mond valamit az, hogy zölddel van írva? Eszembe jut róla a fű. Zsömike, valami más nem jut eszedbe róla? Gyerekek, emlékeztek rá, hogy melyik betűket írjuk zölddel az ilyen képeken? Zsömi? Na jó, sugok neked, megsugom. Jó, tudom már, tudom már, tudom már! Na akkor mondjad, Zsömi. Hát a mással hangzókat írjuk így. És Zsömikém, nagyon ügyes vagy. Azt meg tudnád mondani, mik a mással hangzók? Amiket zölddel írunk. Hát Zsömikém, ezt most bekanyarítottad ezt a mondatot így, akkor megsugom. Valamelyik gyerek tudja esetleg otthon? Nektek is megsúgom. Azokat írjuk zölddel, azokat a mással hangzókat, az összes mással hangzót, amit magában nagyon nehéz kimondani hangosan. Mindig hozzáteszünk egy kis öbetűt, vagy valami más hangot. Gy. Ki tudod mondani úgy, hogy az utca végén is hallják? Hát, ha nagyon sipítok, igen. De hát attól ez még mással hangzó lesz. Tehát, amit nem tudunk kimondani nagyon hangosan, és mindig egy pici hangot hozzáteszünk, azok a mással hangzók. Tehát ez a gy is egy mással hangzó. Nézzük meg a formáját. Jé, az első részét már ismerem, az egy gy. De hát hogy lesz ebből gy? Nézd csak meg, Zsömi, ott van mellette egy másik betű. Emlékszel a kétjegyű betűre? A múltkor már tanultunk egyet. Igen, a sze volt az. Nagyon ügyes vagy, Zsömi. Ez is egy kétjegyű betű lesz, és együtt a két jegy fogja kiadni a gy betűt. Na nézzük meg, keressünk olyan szavakat, amikben gy hang van. Segítek, jó? Nagyon jó, figyelek, figyelek, figyelek! De kiabálhatom? Hát ha túl tudsz kiabálni engem, megpróbálhatod. És a gyerekeket is túl kiabálhatom? Hát, ha a gyerekek otthon a képernyő előtt mondják a szavakat, akkor nem biztos, hogy túl tudod kiabálni őket. Próbáljuk meg! Mutatom a képeket, figyeljetek, aki felismeri, bemondhatja hangosan. Zsömi, ez rád is érvényes. Jaj, de jó, jaj, de jó! 1. Ügyes vagy, Zsömi. 2. De Zsömike, nézd csak meg. Jó, ez egy gyertya. Ügyes vagy. Hagyma! 3. Zsömike, a számokat te megismered? 2-ig. Na jó, akkor megsúgom, gyerekek, ti tudjátok esetleg, segítsünk Zsöminek. 4. Ügyes vagy, Zsömi. Ágy. Zsömi, egy szóra gondoljál. Ja, kígyó! Ilyet láttam már futkározni. Gyík!
Figyelj, megsúgom. Mogyoró! Ügyes vagy. Gyerekek, ti is tudtátok? Ezt nagyon nehéz felismerni képről. Kagyló! Nyúl! Volt egy kakukk tojás, Zsömi. Észrevetted? Tojás nem is volt benne. De Zsömike, azt hívják kakukk tojásnak, ami nem illik a többi közé. Emlékszel, milyen szavakat kerestünk? Igen, amiben gyöbetű van. Na figyelj, Zsömi, mindegyikben volt gyöhang és gyöbetű, ha leírom. Gyerekek, ti tudjátok, melyik volt a kakukk tojás? Háromig számolom, aki tudja, bemondhatja, és utána megmutatom. 1, 2, 3. Nyúl! Ki az, aki a nyuszira gondolt? Jelentkezhet otthon is. Hát azokat nagyon megdicsérem. És miért volt ez kakukk tojás, Zsömi? Mert nem gyö van benne, hanem nyö. Bizony, ez egy nagyon hasonló hang, de nem keverjük össze. Nézd csak, Zsömi, újabb két jegyű betű. Két jegyből áll, mint a számjegyek is, két külön részből, de együtt ad ki egy betűt. Nézd csak meg, egy gö, és mi is az a másik, elfelejtettem. Az egy y. Még nem is találkoztam vele, de jól néz ki, olyan, mint csúzli. Nézzük csak meg. Együtt kiadja a gö és az y a gyöbetűt. És mi van akkor, hogyha fordítva rakom oda? Nézd, csak azt is megmutatom neked. Egy y meg egy gö együtt, hát nem ad ki egy gyöbetűt. Az valami más, nem is betű, így nem ismerjük. Tehát annyit jegyez meg, Zsömi, hogy a gyöbetű együtt leírva egy gö és egy y. De mi az az y? Nézd, pont én is ezt kérdezem a gyerekektől. Gyerekek, ti tudjátok, mi az az y? Hát, ha a formájára nézünk, egy csúzliút eszünk be. Tényleg, tényleg, egy ferdeny fogolyú csúzli. Hát, az egy betű, Zsömike, méghozzá egy olyan betű, ami egy mással hangzó. Hí, ezt nem is lehet kimondani magában. Nem. Nagyon-nagyon ritkán áll egyedül, szeret párba lenni. Méghozzá szeret kiegészülni két jegyű betűvé. Ilyen betű például a gy, a ny, a ty és az elüsziloncs j. Ma tanuljuk pont a gyöt. A többi betűt még nem tanultátok, Zsömi, és még Bence sem tanulta otthon. De annyit jegyez meg, hogy magában az y nem annyira szeret állni. És hol találkozhatunk még ilyen y-nal? Hát például a nem magyar eredetű szavakban, amiket magyarban is használunk már. Ilyenkor i-hangnak ejtjük. Nézzétek csak meg, ott van egy szó, ki tudja kiolvasni? Gyors! Hát Zsömikém, ezt gyorsan kiolvastad, de nézd csak meg jobban. Ha az y-t itt i-nek ejtjük, akkor kirosz! Bizony, hogy gyorsnak nem is olvashatnám ki, nézd csak meg a betűket. Ha úgy olvasom, hogy ez egy gy, gy, r, o, s. És a gyors nem ebben a sorrendben vannak a betűi, az gy, o, r, s. Tényleg, hát ezt gyorsan kiolvastam, csak rosszul. Nem baj, Zsömi, ezt még tanulni kell, de majd megtanulod és egyre ügyesebb leszel. És az y még, figyelj, régi nemesi családnevekben is előfordult, ilyenkor a szó végén, a név végén állt egy y, amit i-nek ejtettek. Például Eszterházi, Almási, Bánfi, Fáj vagy Révai. Lehet, hogy már hallottad az Eszterházi tortát. Hí, az nagyon finom! És y-os? Jaj, de jó, most még jobban szeretem! Tehát annyit jegyez meg, Zsömi, hogy az y magában nagyon ritkán áll. Gyerekek, ti is jegyezzétek meg, hogy az y nagyon-nagyon ritka a magyar nyelven, általában társul egy másik betűhöz, és két jegyű betűvé alakul át. Nézd csak, mit mutatok, Zsömi! Hí, ez mind gyöbetű! Tehát nem is hasonlítanak egymásra! Képzeld el, Zsömi, hogy a felnőttek szoktak különböző betűtípusokat kitalálni. Te hol találkozhattál már ilyen furcsa betűkkel? Plakátot láttam, kutyakiállítás volt.
Bizony, a plakátokon is sokféle betűt tudnak használni ezek közül is, minél érdekesebb, különlegesebb legyen. Szerinted, Jömi, melyiket a legkönnyebb kiolvasni? Talán a legelsőt, vagy a másodikat is. És melyiket a legnehezebb, Jömi? Talán ott a vége felé, ami már nem nagyon hasonlít a göre, mert olyan, mint az írott gö része. Bizony, ha gondolj csak bele, Zsömi, ha így írnak egy könyvet, ezekkel a betűkkel nagyon-nagyon nehéz azt kiolvasni. De megkönnyítem most a dolgodat, én csak olyan betűt mutatok nekem, amit könnyű kiolvasni. Na nézzük csak meg együtt. A hosszú másolhangzókra emlékszel? Igen, 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 igen. És miről ismerjük fel, Zsömi? Csak emlékszem. Na jó, akkor segítek neked. Gyerekek, ti tudjátok, honnan lehet felismerni a hosszú másolhangzókat? Hát, Zsömi, eszedbe jutott valami? Megsúgom. Jó, tudom, 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 kettőt írunk belőle. Nagyon ügyes vagy. Mondok egy példát is, figyelj. Reggel. Nézd meg, ott középen a gö, hosszú, és ezért kettőt írtam belőle. A gő az egy egyjegyű betű. Orr! Orr! Nekem is van nózim, orr! Bizony, ügyesen elolvastad. Figyelj, most mutatom a kétjegyű hosszú másolhangzókat. A gyö is ilyen? Bizony, pontosan erről van szó. Figyelj, szereted a meggyes pitét? Hí, az a kedvencem az Eszterházi után. És figyelj csak, Zsömi, hogy kell azt írni? Hosszú gyövel a közepén. Két gö és egy ipszilon. De miért nem három? Annyira szeretem. Lehetne hárommal is, nem? Hát, Zsömikém, a magyar nyelvben a kétjegyű betűket, ha hosszan írjuk, csak az első tagját írjuk kettővel, és utána a második tagot önmagában egyszer. Figyelj, mutatom közelebbről is. Hű. Következő szó. De Katinél, mi az a fagyú? Fagyú? Hát, az egy nagyon érdekes anyag, abból készülhet akár, megsukom neked. Jaj, de érdekes! Gyerekeknek is eláruljuk? Zsömi nem akarja elárulni. Gyerekek, ha érdekel titeket, mi az a fagyú, nézzetek utána, kérdezzétek meg apát, anyát. Nagyon érdekes dolgot fogtok hallani. De azt most elárulom nektek, hogy a fagyút hosszú gyövel írják, tehát két gö és egy ipszilon. Jaj, de érdekes volt! De mi van akkor, hogyha nem fér ki a füzetben? Zsömi, hogy találtad ki, pont ez fog következni? Ott van az a szó, hogy hagyma. Nem fér ki a füzetemben. Mit csináljak vele? Bence ilyenkor mindig elválasztotta a szavakat. Igen, Zsömi, nagyon jól mondtad. Szerinted hogy kell elválasztani ezt a szót? Hát úgy, hogy h a gy m a. Hát igen, Zsömi, te most ügyesen lebetűzted ezt a szót, de elválasztani nem így kell. Jaj, már tudom, 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 tudom! Szét kell tapsolni! Ügyes vagy, Zsömi. Akkor tapsoljuk szét együtt. Gyerekek, bekapcsolódtok, tapsoljuk szét azt a szót, hogy hagyma. Zsömi is tapsol, jó? Hagyma. Hagy. Ma. A gy hang az hova is került? Bizony az első szótag végére. De szétszedtük a göt és az ipszilont? Nem bizony, mert úgy ejtettem ki, hogy hagy ma. Tehát a gyönek egyben kell maradnia. Jaj, de jó, jaj, de jó! Figyelj, mutatok egy másik szót, Zsömi. Ezt már egyedül is tudod akkor. Magyar! Én is magyar vagyok! Egy magyar vizsla! Hát, Zsömikém, én úgy látom, hogy te nagyon szeretnél vizsla lenni, de te egy tacskó vagy. De magyar, magyar vagyok! Igen, Zsömi, ebben egyetértünk. Akkor szótagold ügyesen szét ezt a szót, hogy magyar. Gyerekek, bekapcsolódtok? Ti is tapsoljátok el velünk ezt a szót, hogy magyar. Ma-gyar. Zsömi, mi lesz a gyövel, akkor segítsél. Hát, megmutatom, jó. És csak a második szótag elejére került, de itt sem vált külön a gö és az ipszilon, mert ezek összetapadtak.
Jó, de jó, most már el tudom választani a füzetben én is, nem csak Bence. Mi van akkor, hogyha olyan szót mutatok neked, figyelj, amiben hosszú gyö van? Héha, már megint a meggyes. Én csak a rétesbe szeretem, meg a pitébe a meggyest. Zsömike, ha megtanulod elválasztani, szerintem meg fogod szeretni a szót is. Na nézd csak meg! Szerinted hogy kell elválasztani ezt a szót? Nem is tudom. Mi szokott ilyenkor segíteni, Zsömi? Jó, tudom! Széttapsolom! Rendben, tapsolt szét. Gyerekek, segítetek neki? Tapsoljuk szét azt a szót, hogy meggyes. Meggyes. Nagyon ügyes voltál, Zsömi. Mind a két szótagba jutott a gyöböl? Bizony, bizony. Nézd csak meg, testvériesen elosztoztak. De lett egy újabb iszilon, mind a kettőben. Bizony, ilyenkor, amikor elválasztjuk a meggyes szót, a hosszú gyöt, akkor mind a kettő egy egyjegyű, de rövid gyöt kap. Nézd meg jól. Meggyes. Akkor a következő szó most már nagyon jól fog menni egyedül is. Jaj, itt van a fagyú! Ez egy nagyon érdekes szó. Zsömi, tapsolt szét a gyerekekkel együtt. Gyerekek, készültök rá? Készítsd a kezedet, tapsoljuk szét azt a szót, hogy fagyú. Fagyú. Zsömi, most te jössz, mert te csak tapsoltál, de nem mondtál semmit. Na jó, elmondom én is. Fagyú. Bizony, nagyon ügyesen mondtad. Mind a két szótagban lett egy-egy gyö, a hosszúból lett két rövid. Nagyon ügyes voltál, Zsömi. És most akkor figyeljön a következő. Jaj, ezt már tudom. Kisbetű meg nagybetű. Hát nem mindig a mérete számít. Zsömi, te erre nagyon emlékszel. Mit látsz a képen? Látok egy göbetűt, meg egy másik göbetűt. Zsömi, és szerinted melyik a nagybetű? A nagy nyomtatott gö. Jaj, hát ez könnyű. Miért olyan könnyű, Zsömi? Más a formája. Bizony, nagyon okosat mondtál. Nézzük csak meg. Tehát bármekkora a betű méret, a formáját is vizsgálni kell, illetve a hozzátartozó betűket megmutatják, hogy az kisbetű vagy nagybetű. Lehet egészen apró, nyomtatott nagybetűt is írni, mint ahogy itt is látjátok, de a méret nem fontos, a formája számít, és a többi betű mellette. Jaj, de jó! Ott van Gábor, ő a szomszédunk. Bizony, ott van Gábor neve, öt nagybetűvel írjuk. Nézd csak, Zsömi, mutatok másik két betűt is. Jaj, most már nem húzol be a csőbe, ismerem ezt. Nézd csak meg, Zsömi. Igen, látom. A gyöbetű, a nagy nyomtatott gyöbetű, az olyan picike. A kis nyomtatott gyö, itt pedig a lila betű, az pedig egészen nagy méretű. De Zsömi, ezt te honnan tudtad ilyen pillanatok alatt? Ilyen okos vagyok. De jó neked, Zsömi. És ti gyerekek honnan tudtátok? Zsömi, megmondod nekem? A gyerekek most nem tudják elmondani, mert nem hallom őket, de biztos, hogy jót mondanak. Igen, elmondom neked, és majd utána megkérdezzük a gyerekeket is. Onnan ismertem föl, hogy ez egy nagy nyomtatott gyö, hogy más a formája. Az a gö ott az elején nagy, nagy nyomtatott gö. Ügyes vagy, Zsömi. És mi van akkor, hogyha az y-t is naggyal írom? Akkor nem tudom, mi van. Képzeld, Zsömi, elárulom neked. Olyan nem nagyon szokott lenni a magyar nyelven, csak ha mindegyik betűjét a szónak nagy betűvel írjuk, nagy nyomtatott betűkkel. Ha csak a kezdő betű nagy, akkor a gö része nagy, az y része mindig kicsi. Na, megint megtudtam valami újat. De jó ez az iskola, máskor is jövök ide. Képzeld el, a kutya iskolában olyan sok mindent tanultunk. Tanultunk labdát elkapni, tanultunk úszni, mászni, de betűket nem tanítottak nekünk. De jó, hogy itt lehetek most. Le fogom Bencét pipálni, hogy milyen ügyesen tudok olvasni. Na figyelj, Zsömi, térjünk vissza ide a betűre. Gyep! Jaj, én nagyon szeretem a szép zöld gyepet. Gyöngyi.
És ki lehet az a Gyöngyi? A szomszédunkat úgy hívják. És Gyöngyi néni vagy Gyöngyi bácsi? Hát a szomszédunk. Na jó, segítek, Gyöngyi néni, mert a Gyöngyi az egy lánynév. A következő, újra a nagybetűre térünk vissza egy picit. A neveket nagybetűvel írjuk. Nézd csak, pont ott van Gyöngyi. Az első tagja a Gyönek, a görésze, nagybetű, az Y kicsi. Így most már ismerős lesz. Győző! A Győző az fiú vagy lánynév. Hát az bárkire lehet mondani, aki győz, nem? Hát ebben igazad van, hogy ő a győző, a győztes, de hogyha névként használjuk, képzeld el, hogy ez egy fiú név. Jaj, de jó, én is győző szeretnék lenni. Hát attól még te lehetsz győző, hogy Zsöminek hívnak, de attól még nem ez lesz a neved. Gyula. Jaj, a Gyula bácsi a túloldalon lakik az utcában. Nagyon ügyes vagy. Igen, Gyula bácsi, a Gyula az egy fiú név. De segítek, hogy valami mást is jelenthet, valami másnak is lehet a neve. Jaj, tudom, a kedvenc kolbászomat így hívják, Gyula. Hát, valóban van egy ilyen is, de ez a városnak is lehet a neve, egy településnek a neve. Tehát nem csak az emberneveket, a személyneveket írjuk nagybetűvel, hanem a települések nevét is. És azt honnan tudjam, hogy itt most település vagy személynév? Hát, Zsömi, ez egy nagyon jó kérdés. Ha csak a szót látod magában, akkor nem tudjuk eldönteni. Ahhoz kell a többi szó, a mondat, a szövegkörnyezet, hogy el tudjuk dönteni, hogy miről van szó. De ha átkiabálok az utcán, hogy Gyula, akkor tudom, hogy városnév vagy személynév. Igen, akkor a Gyula bácsi a szomszédnak kiabálok. Jaj, de ügyes vagy, Zsömi, nagyon jól mondtad. Na nézzük meg, mit írunk még nagybetűvel. A mondatokat. Nagyon ügyes vagy. Gyík szalad az úton. Hol az a gyík? Megkeresem. Nem, Zsömike, ez csak egy mondat itt most. Ne szaladjál, még van egy pici feladatod. Na jó, akkor maradok. Gyere velem. De hova menjek? Zsömi, ez is csak egy példamondat. Ne szaladjál. Maradj itt velem. Gyula szereti a fagyit. De akkor ez most a város? Na gondolkodj, Zsömi, most már látszik, hogy ez városnév vagy személynév? A város nem szereti a fagyit szerintem. Gyula bácsi nagyon szereti, úgyhogy ez biztos, hogy egy név lesz. Ügyes vagy, Zsömi. És figyelj, jön az utolsó feladat, egy nagyon nehezet hoztam neked. Hé, Katinén, én ezt fogom tudni? De Zsömi kell. Ha legyen bátorság benned a kihívásokhoz, akkor tudsz fejlődni, hogyha bátor vagy és megpróbálod. Na jó, de azért magamhoz veszem a labdámat, egy kicsit szorongatom, mert izgulok. Na figyelj, ide írtam egy szót. Pirossal kiemeltem benne ott középen valamit. Jaj, tudom, ez egy hosszú gy, felismertem, két gő meg egy y. Hát akkor próbáld felolvasni. Győz. De ez mit jelent, Kati néni? Na jó, Zsömi, segítek neked. Ez már nagyon nehéz, amit mutatok. Figyelj csak! Próbálsz szótagolvára olvasni? De Kati néni, ez nem jó. Oda is egy y kéne, mert a hosszú gyöt szétválasztjuk, akkor mind a kettő kap egy külön gyöt. Hát, Zsömikém, képzeld, ez egy kivétel. Próbáld csak úgy elolvasni, ahogy szótagolva leírtam. Meggyőz. Jaj, értem! Te most meggyőztél engem, hogy jól gondoltad, és én gondoltam rosszul. Hát, Zsömikém, nagyon ügyes vagy, hogy megértetted a szót. Meggyőz. Van, amikor úgy teszünk össze egy szót, egy összetett szót, két értelmes szóból, hogy így jönnek ki a betűk. Ilyenkor okosan kell olvasni, és meg kell próbálni, másképp is elolvasni, megérteni a szót. Jaj, most már nagyon figyelek, már látom, milyen furfangosan gondolkodsz. Hát nem én vagyok furfangos csak, a magyar nyelv ilyen érdekes. Figyelj! Megpróbálom elolvasni. Hát ha az előzőből indulok ki, akkor megint megpróbálom ott elválasztani, hát ha sikerül.
Leggyorsabb. Hú, de ügyes voltál, Zsömi. Működött a dolog. Ügyes vagy. Ha egybe próbálod olvasni, hogy leggyorsabb, hát úgy nem olyan értelmes a szó. De ügyesen szétválasztottad, mert ez két szóból áll össze, leggyorsabb. Így kaptál egy értelmes szót. Jaj, de jó, már értem. Na figyelj, jön a következő szó. Hát ilyet még nem láttam. G-Y-G. Kati néni, ezt te elírtad. A G-Y-nak kéne ott lennie. Hát abban igazad van, hogy a hosszú gyöt úgy írjuk, de ez nem az. Akkor mi lehet? Segítség! Gyerekek, ti tudjátok? Annyit segítek, hogy próbálj benne kért értelmes szót keresni. Nézem. He! Hát, Zsömikém, ez nem olyan kedves szó, amikor azt mondjuk valakinek, hogy he, de azért egy értelmes szó a magyarban. Próbálj valami mást keresni benne. Hegy. Hú, ez már alakul, nagyon jó. És mi lehet a másik szó? Segítek. Hegy? Gerinc. Jaj, nekem is van gerincem. A hegynek is van gerince? Bizony, azt hívják hegygerincnek, ami ott fölül a legmagasabb részén fut végig, ami a legmagasabb pontja a hegynek, illetve végig lehet rajta a szemünket vezetni a horizonton. Nézd csak meg! Itt két értelmes szót tettünk össze, és nem egy hosszú gyönek keveredtek össze a betűi. Hű, hát ez nagyon nehéz volt. Figyelj, még egy utolsó van, ha bírod még. Bírod még? Igen. Nézd meg, milyen értelmes szót találsz benne. Két értelmes szót. Hát ez nagyon furcsa ez a G-Y. Nem lehetne még egy kis sormintát belőle? G-Y. Hát akár lehetne, ha lerajzoljuk, de ez most egy értelmes szó. Próbáld szétszedni. Keresd benne egy értelmes szót az elején. Négy. Azaz, ügyes vagy. Van még folytatás? Négy. Nem, eddig van az egyik értelmes szó. Mi lehet a másik értelmes szó, Zsömi? Segítek. Négy. Gyerekes! Nagyon ügyes vagy, Zsömi. Tehát ez egy négy gyerekes, és ezért nézzük ki a sormintának, hogy G-Y, mert egy összetett szó, tehát két szót tettünk egymás mellé, és egybe kellett írni. Hű, hát én ettől most nagyon elfáradtam. Nagyon örülök neki, hogy így el tudtam olvasni, de most ettől elfáradtam. Szerinted a gyerekek is elfáradtak? Gyerekek, ti elfáradtatok? Hát, én úgy hallom, hogy nem fáradtatok el, úgyhogy a munkafüzet feladatai még hátra vannak, de ha ezt ilyen ügyesen megjegyeztétek, akkor nagyon-nagyon könnyen meg tudjátok oldani az összes feladatot. Mi nagyon jó munkát kívánunk a feladatokhoz, és Zsömivel mi most elköszönünk. Sziasztok!